Vége a dicsőségnek. Este volt. Az utcán utolsót gondolt a legelőről hazatérő tehenek kolompja. Kecske anyó a gonosz farkasról mondott elringató mesét kis Gidálynak. A kutya az elkésett legyek után kapdosott. A malacok megvacsoráztak, a kis csibék már a tyúkanyó szárnya alatt álmodtak édes álmot, teli zsák aranyló szemről. A házak előtt a küszöbön ott ültek a fáradt parasztok. Pihentek. Kérges tenyerükbe támasztották elnehezült fejüket. Jó estét! Jó estét! A famunkások köszöntötték őket, akik egész nap nehéz munka után most értek haza az erdőből. Köztük ballagott súlyos léptekkel Janó apja is. A vállán jókora fahasábot hozott. Add gyorsan a vacsorát, anyjuk, derekasan megéheztem. Mondta, amint hazaért, és benyitott a konyhába. Még nem főztem meg. Sötétedésig az uraságnál dolgoztam. Gerebjéztünk. Aztán mit főzöl? Krumplilevest, mi mást főzhetnék? Tudod jól, hogy másunk úgy sincs. Nagyon szegények voltak, és hadgyerek nyújtotta kezét kenyérért. Janó volt a legidősebb. Az apjuk keményen dolgozott látástól vakulásig. Dolgozott az anyjuk is, ahogy csak tellett az erejéből. Hanem hát ketten is igen keveset kerestek. Nehéz munkájukért olyan hitványbért kaptak, hogy a legszükségesebbre is alig futotta. Napi vendég volt náluk az ínség. Az apában gyakorta feltámadt a harag. Gürcölök, majd beleszakadok, mégsem megyünk soha semmire, mondogatta. De legalább a gyerekeimnek lenne egyszer jobb soruk. Szerette a gyerekeit, de roppant szigorú volt hozzájuk. Azt akarta, hogy derék becsületes emberekké váljanak, és úgy vélekedett, hogy a verés csak használ nekik. Ezért minden apró csínyükért lecsatolta a nadrág szíját, s derekasan megtáncoltatta a kis bűnös hátán. Amikor a Janó gyereket felfogadták községi libapásztornak, igen megörült. Legalább eltartanak a gazdák, mondta neki. Meg több falathoz is juthatsz, mint amilyen itthon kerül a tányérodra. Hely, de büszke volt akkor Janó. Ha kis húga elsírta magát, hogy éhes, így vigasztalta. Ne sír, anyicska, ha kapok kenyeret meg szalonnát, hozok belőle neked is. Hanem most az ő torkát folytogatták a könnyek. Egy szál ingben csöndesen kuporgott az ajtó mellett álló patkán, s igen kívánta, bár nyílna meg alatta a föld. Mi lesz csak itt? Mi lesz, ha az apám megtudja, mi történt ma a legelőn? Édesanyja az asztalra tette a tálat. Az apja meg a gyerekek nekiláttak a vacsorának. Janó tovább lapult a sarokban. Hát te mit vacsoráztál, fiam? Kérdezte tőle egyszerre az édesanyja. Janó hamarjában azt se tudta, mit feleljen. Most jutott csak eszébe, hogy vacsorázni sem ment el, az éhségről is megfeledkezett iszonyú félelmében. Én is levest, füllentett és fülig elvörösödött. Kinél is kosztoltál ma? Ebben a pillanatban kopogtattak az ajtón. Szabad, kiáltotta az apa. Bugosné, Igor anyja lépett be az ajtón. Paprika vörös volt, majd felvetette a méreg. Köszönés helyett már a küszöbről rikácsolta. Hol az a taknyos? Hadd tépem ki a fülét a bitankölykének. De hát az ég szerelmére, Bugosné asszony, mi történt? Janóval forgott a világ, majd leesett a patkáról. Se nem látott, se nem hallott már, remegett egész testében. Egy szót sem értett Bugosné kiabálásából, csak arra gondolt, hogy a szülei most mindent, de mindent megtudnak. És Bugosné bizony nem várt biztatást. Nagy lármával kitálalta, mit műveltek drága látos csemetéjével a fiúk. Elmondta, hogyan verték meg, hogyan kényszerítették, hogy levetkőzzön, és hogyan csináltak rongyos libapásztort belőle. Persze minden vétket a boldogtalan Janó fejére zódított. Hogy is ne, amikor Igor elhitette vele, hogy a vén gónárt is Janó csapta agyon. Janó egyszerre csak az arcán érezte apja súlyos tenyerét. A földre roskadt. Ott kapott még egy pár rúgást, és már táncolt, csattogott is hátán a szély. De fel kellett állnia, mert megparancsolták neki, hogy tüstént adja elő Igor úri ruháját. Elő is hozta a kis kamrából, ahova hazatértekor elrejtette. Micsoda szégyen! Hogy kerüljek most az emberek szeme elé?
Libapásztor csinálnak a fiamból, világ csúfjára. Fű, fű! Ford bukos néban a méreg. Mától fogva meg ne lássam egyiküket se a földjeimen. Ez volt a legsúlyosabb csapás, ami Jana szüleit érhette. Alig, hogy Bugosné elment, megint kopogtak az ajtón. A községi szolga állított be hozzájuk. Azt üzeni a bíró úr, hogy délután nála járt Bugosné asszony, és jelentette, hogy a községi libapásztor agyoncsapta a gónárját. A bíró úr ezért megtiltja a fiúknak, hogy legeltesse a község libáit. Kárt meg kell téríteniük. Jano számára ez volt a legnagyobb csapás. Mi lesz belőled, te gyerek? Ó, Istenem! Mi lesz belőled? Hajtogatta az elkínzott apa késő éjszakáig. Jano az egész éjszakát végig sírta.